érdekes mérkőzés volt, nehéz talajú pályán, egy-egyes döntetlen. Igen, de hát attól függetlenül a pálya megnehezítette a dolgunkat, viszont sajnos játékvető szerintem benyújt a mérkőzésbe, olyan ilyet kaptunk, két sárgás kártyát, ami hát nem érdemeltünk meg. És a másik dolog az, hogy az Esfeldő 35. perc tájékán, tehát azért nehéz értették, és még így is 11-est hibáztunk, ami még egy kicsit bosszankodom, de hát ez van, sajnos ezt kell tovább folytatnunk, dolgozunk, és én úgy gondolom, hogy a győzelmet megérdemeltük volna. Elég sok passz, ami nem ült, nem sikerült a passzok, de attól függetlenül én a csapatot csak dicsérni tudom. Játékban is fejlődtünk, meg akaratban rengeteget. Ahogy láttam, több új játékos is érkezett a csapathoz, gondolom magasabb célok lesznek kitűzve idén. Igen, hát a cél az, hogy a középmezőnyre érjünk oda, meg az, hogy egy olyan csapatot alakítsunk ki, aki érdemes arra is, hogy bárhol, bármilyen eredményt elérjen, és hál' Istennek olyan embereket tudtunk igazolni, aki talán ilyen nyerőtípus, és megpróbáltunk ilyeneket keresni. Sajnos feszülté vált a hangulat, mert három sárga színű mezben lévő ember nem volt méltó ehhez a rangadóhoz. Külön amúgy gratulálok a Vasutasnak, egy nagyon jó felkészített csapat, jó játszott és azt veszük, még szerencsével is, de egy pontot szereztünk, a 11-est ha berúgják, akkor más a helyzet. Előnye vagy hátrány, hogy a játékosok ismerték egymást? Hát mindenféleképp előny, mert tudták, hogy ki mit tud játszani, barátok pályán kívül, ezért örülök azért, hogy a pályán rendkívül sportszerű volt a két csapat között a mérkőzés. Sajnos nekünk nem úgy sikerült a felkészülés, ahogy én szerettem volna, ez is rányomta egy kicsit a bélyegét a mérkőzésre, meg még egyszer hangsúlyozom, hogy rendkívül jó felkészített és nagyon jó játszó Vasutassal sikerült nagyon jó mérkőzést játszanunk. Ma külön gratulálok neki. Harmadik helyen állt a csapat, mi lehet a cél tavasszal? Én bajnokság előtt is említettem, mint új csapat a 3-6. Hely valamelyikének a megszerzése. A célunk kicsit nehezebb volt, két mérkőzés, amivel távolabb kerülhetünk a dobogótól, de nem adjuk fel, küzdeni fogunk, és meglátjuk, hogy mire lesz elég.